És ebbe a nagy tálba keverem össze a húsgombócnak valót. Ugye egyszer a darált húst, ami eredetileg fél kiló kellene, hogy legyen, nálunk most 70 deka volt itthon, ez most úgy belement, én nem variáltam bele. Azon kívül 2 decinek megfelelő rizst főztünk, ez a bizonyos 15 perces rizs, ami mondhatni párolt rizs, azt raktam hozzá, illetve az említett vöröshagymát és fokhagymát reszelve. A vöröshagyma az egy ilyen közepes fej volt, elvileg többet is lehet, én most nem raktam többet, fokhagymát viszont 3 darabot. Úgyhogy most ezt összekeverem, akkor, illetve fűszerezem előtte, utána összekeverem, akkor meg lesz a... Ja, a tojás ki nem maradjon, várjam, az meg ott maradt. Mert ugye kell hozzá egy tojás is. És paprikába megy bele az összekevert, fűszerezett töltelék. Amúgy az jutott eszembe, hogy ezt ráadásul meg lehet csinálni még vega verzióba is. Már úgy értem, hogy raksz bele zabot a hús helyett, mert csináltunk már ilyen zabfasírt, nem? Hát, de és azért akkor... egy töltött paprikában nem csinál meg zabfasírt. Hát jó, mondjuk az ízek a szétesik, lehet. Szétesik, mit tudom én. Lehet, hogy van ilyen recept, akkor azt majd megkeressük. Uh-huh. Mert hogy beugrott, hogy helyette. Tök egyszerű paprikát amúgy ki lehet magtanítani, csak be kell nyomni a magházat. Hát ez friss paprikával lehet megcsinálni, jó ropogós, vastag falu héjú paprikával. És amikor benyomtad, akkor kihúzod, és már meg is van tulajdonképpen egy mozdulat. Sajnos megint nem saját paprika az, ami van hozzá, viszont amit én fontosnak tartok elmondani, én lecsóba próbáltam a kápia paprikát, és nekem az sokkal jobban ízlett, megmondom őszintén, mint a sima fehér vagy tévé paprika. Hol így csináljuk, hol úgy, az a baj, hogy drága a kápia, tehát ezt azért tudunk csak ritkán venni. Viszont most éppen olcsóbb volt, most vettünk, és most azt is fogunk belerakni a töltött paprikába. Azt még nem próbáltam, de én abban biztos vagyok, hogy ez finom lesz vele. Direkt ilyen vegyesen csináljuk egyébként, hogy azért a klasszikus fehér paprika is legyen benne. Na és szóval ez a rizs, darált hús, hagyma, 1 darab tojás, és akkor jön hozzá ez a ízlés szerinti fűszerezés, ami hát a klasszikus... töltött paprika elvileg só, bors, illetve piros paprikával készül. Én ezt nem mércézem meg semmi, hanem így egy picit lehet, hogy még most sok is lett, ami így beteríti a tetejét. Annyit kell én úgy gondolom rakni, ezt egyébként Tomasztól tanultam. Bőven, a sót, bőven nem sok, még mehet is, hogyha úgy van. A sót, azt azért szószba is rakok majd. Ja. Szószt, vagy a sót soha nem tudom, hogy mennyit rakjak, azt inkább mindig keveset rakok, mert nehogy elsózom, nézzél egy picit. Bőven abból 3-4-5. De a rizs is meg van sózva. Akkor is mehet, hát egy jó fél kiló hús, az bőven mehet. Szemtanúja voltál. Simán. Én azt a 3-3-at már akkor is bátortalan, inkább majd megsózzuk. Jó, de én a sózástól nagyon félek, mert egy kaja, amíg sótlan, addig meg lehet enni és meg lehet sózni, de ha elsózod, az már ehetetlen. Úgyhogy én most is óvatos vagyok, tudom, hülye vagyok, hülyeség, de nem érdekel. Inkább, mert ne legyen az, hogy ki kell dobni. Só megvolt, bors megvolt, piros paprikához nem hoztam kis kanalat, pedig ahhoz viszont szerettem volna. Baromi nagy magok, és mehetnek szépen félre a magtárba, mert miután jó kiszáradtak, mert a magból sosem elég. Ráadásul ezek tök szép nagy paprikák, remélhetőleg tud belőle is lenni ilyen nagy. 1 darab, amit én ebbe belerakok. Na hát piros paprika is megvan. Akkor tulajdonképpen a fűszerezés is megvan. Jöhet az, hogy akkor összekeveri az ember. Egyébként én nagyon sokáig nem mertem ilyet csinálni, mert én azt ilyen macerásnak ítéltem meg, és közben meg nagyon-nagyon egyszerű. És mivel volt sikerélményem is előzőekben, ezért nem gondolom, hogy ezt nehéz lenne megcsinálni. A tojás az azért kell bele, ezt ilyen kezdőknek mondom, mint amilyen én is vagyok, tehát magamnak beszélek, hogy azért kell benne, hogy egy ilyen egyfajta kötést adjon az egésznek, tulajdonképpen attól áll össze. Ha a rizs túlperge, akkor félő esetleg, ha a hagyma, úgy viszont már jártam, hogy a hagyma nem volt eléggé megpárolva, vagy hogy hívják ezt, akkor nem tud úgy összeállni. Most, hogy ez a tojás mennyiség, vagy nem tudom, ugye ki hogy csinálja, de az a lényeg, hogy egy olyan masszát kell kapni, ami ilyen kicsit ilyen ragadós, vagy hogy is mondjam. Tehát össze kell tudni gyúrni a gombócot, és nem szabad, hogy szétessen. Viszont aztán...
Mivel, hogy mondtad, hogy fél kiló húshoz volt az egy tojás, akkor lehet, hogy még egyet simán elbír. De szerintem ez megint egy olyan hozzávaló, ami, hogyha kimarad, akkor ugyanúgy összeáll, nem? Nem. Hát nem? A paprikába beletöltöd, úgyhogy elvileg nem olyan tragédia, ha kimarad. Ja, az mondjuk igaz. Viszont mivel maradni szokott hús, sok receptben látom, hogy ha marad hús, akkor, mert ugye a paprikát is láttam 10 darabot, láttam 3 darabot, mi most így... Ahogy biztos, értük. Hogy marad, hát ez a 3-5 paprikába annyi nem fog belemenni, na, tehát lesz külön. Annak kell összeállnia, az a fontos igazából. Viszont akkor ne rakjunk még egy tojást, vagy mivel hogy a fél kiló helyett 700 grammos. Hát, nem tudom, mindjárt majd kevergetem, akkor meglátom. Ja. Láttam olyan receptet, ahol külön megfőzik a húst. Igen? Aha, azon nagyon olyat még soha nem olvastam. Mert hogy? Hát, mert hogy meglegyen a gombóc, de igazából ja, nem hát... értem, hogy minek. Hát, ha beletöltöd a paprikába, akkor végképp, vagy akkor lehet paprikával. De amúgy lehet simán úgy is, hogy nem megfőzött, hanem ráadásul megsütöd. Lepirítod egy kicsit. Olyan verzió van viszont. Azt mondom, lepirítod egy picit, beletöltöd, és utána összefőzött tulajdonképpen, amíg megpul a paprika, és úgy is lehet, nem érne. Hát végül is lehet. Teljesen más íze van a paprikának, amikor sül, mint amikor megfőzöd, vagy... De a paprikát nem sütöd, hanem azt meghagyod így nyersen, csak a húst. Ja, de én azt fogod. Láttam, hogy a paprika... Van valami olyan verzió, most nem olvastam igen. Azt el, de azt hiszem, hogy a paprika... Igen, igen. Hát mert hogy a paprikának az íze, tudod? Aha, hát simán lehet, jó. Vagy sőt, mely hát tulajdonképpen ezt meg lehetne főzés nélkül úgy csinálni, hogy ugyanezt megcsináljuk legközelebb, beletöltjük a paprikába, úgy, hogy lesütjük a húst, szépen, jaj. És utána berakjuk a sütőbe. De ezek, tudod mennyi verziója? És akkor le lehet sütni. Ilyen oregano. Mm-hmm. Ilyesmi. Annyi mindent lehetne csinálni. Ezek csak ilyen fantázia dolgok, csak hát, mint maga a kísérletezgetni drága dolog. Tehát csak ennyi bajom van az egésszel, mert amúgy ellennék én. Csak sokba kerül, ha nem sikerül. Mint ahogy a sózás is, ugye. Na de viszont most lesz itten alma paprika, mi ez? TV paprika és piros paprika is, hogy a magokat megkülönböztessem. Külön választottam a magokat. És szépen belehelyezem a magkupacba, és akkor abban, amikor majd külön fogjuk szedni, akkor látni fogom, hogy melyik a piros. Nem? Ja. Hát, hogy ne érjen meglepetés, mert a paprika mag maga nagy különbség nincsen. Ugyanúgy néz ki. Jó, talán annyi, hogy amelyiken rajta marad így a hártya, akkor látod, hogy az egy kicsit a pirostól volt, de azon túl nem. Közben itt az látható, ahogy én itt birkózom a történettel. Ez azért van, mert a hús az mélyhűtőből tegnap este lett kivéve, és a sima hűtőbe át lett rakva, tehát ez most még valamilyen szinten fagyos, de nem tragikus. Tehát nem friss húsból csináljuk sajnos, mert ugye a sarki bolt az nem itt van, hanem egy pár kilométerrel odébb. De már mindjárt meg is van az egész történet. Mindjárt mutatok egy próbát, hogy összeáll-e így a gombóc, és akkor eldöntjük, hogy kellett tojás. Én szerintem nem fog kelleni, nem, de kell. Majd... Szerintem, ha ki is marad a tojás, sincsen semmi baj. Ugyanúgy összeállnom. Mondom, a paprika összetartja. Azért mondom, de... szerintem. Vagy sőt, nélkül ami is. Ami anélkül megy bele a szószba, az széteshet. Viszont, ha meg szétesik, akkor jó sűrű lesz a létőle. Tehát van nagyon elrontani, ezt nem lehet alapjában. Maximum tényleg, hogyha nagyon túl van fűszerezve, és más lesz az íze. Hát most a fűszerről annyit, hogy mondom, máshogy csinálom, mert a fokhagymát megpirít, vagy megsütöttem előtte, meg a hagymát is. Uh-huh. Ami nem tudom, hogy milyen lesz, mert ugye még ilyet nem csináltunk. Én szerintem ez így már megvan. Jó, ez nincs már ilyen darab benne. Amúgy talán annyiban különbözik ez a mag egy kicsit, hogy ez egy kicsit sötétebb színű már most. De ettől függetlenül most így jelölve van a piros paprika, és itt külön a TV paprika. És így nem fogom majd összekeverni, amikor el lesz rakva a dobozba. Amúgy olvasgattam most így a töltött paprikákról, és az ilyen eredeti receptekről, mert ugye ezek mindig ilyen vitás kérdések, meg a hányház annyi szokás, és akkor van, aki belemegy ilyen véremenő vitákba, egyébként holt értelmetlenül, szóval nem teljesen értem, na mindegy. És ami az eredetiséget illeti, elvileg az eredeti töltött paprikában én azt olvastam, hogy zöld paprikát raknak. Szóval lehet, hogy csak is, már de hogy én bele jobban... az íze miatt arra gondolok. Én nem tudom, hogy az hogy tölti meg azt a vékony kis
Szóval nem stimmelt, de már nem recept volt leírva, uh-huh. hanem hogy az eredetibe zöld paprikát használtak. Köszönöm szépen, most ezt így értelmezd, hogy akarod. Én úgy gondolnám, hogy az íze miatt lehet, hogy mellé raknak egyet. Van ilyen nagyobb is zöld paprikába, tehát az, ami a kápia csak zöldbe. De nem tudom, tehát most így nem volt ez elemezve. Én szerintem a klasszikus zöld paprikára gondolt, a hegyes, erős, csípős, vagy hogy hívják. És én azt szerintem mellé rakják ízesítésnek, nem hinném, hogy abba tuszkolják bele a tölteléket. Aztán ki tudja, hát régen több idejük volt az embereknek, ugyebár. Ja. Ugyan simán lehet, hogy akkor úgy készült. A másik pedig, hogy van olyan verzió, hogy szalon, mert ugye ez is olyan kaja, ami volt otthon. Most a darált hústól eltekintve, a darált húshoz azt rakták, ami volt otthon. Hát hagyma a magyaroknál szerintem az nem kérdés, meg a piros paprika, illetve a szalonna. Volt olyan, ahol szalonnát raktak bele. Hát meg sőt, lesütöd, azt is lehet, igen, lesütöd. Sőt, még azt is lehet, hogy fogod, felvágod a paprikát, és a paprikát raksz bele. Vagy valamilyen zöldséget. Én gondoltam amúgy rá, csak szerintem én azt megsütném ugyanúgy. Például lehetne zöld borsót belerakni, ugyanúgy egy pár szemet, vagy akármit. Sok mindent lehet, meg már emlékszel, beszéltünk, hogy csirkével megpróbálni. Azt is. Mert nagyon-nagyon sokféle dolog van. Tomasz például olyan paprikás csirkét csinál, hogy fú, már mint ilyen lecsós csirkét. És most, hogyha arra gondolok, akkor például egy ilyen paprikát fogsz, beletöltöd ugyanúgy a mondjuk ledarált csirkét, most mondtam valami csirke mellett, valamilyen fűszerezéssel, ahogy szereted, és beletömköd. Tehát ugyanez, minden csak csirkével, ilyen lecsós-szerű ízű, nagyon finom lehet, szóval. Na jó, szerintem én nem variálok tovább, megmutatom, hogy ez most így összeáll-e, és nézd ide, akkor légy szíves, hogy szenvedjünk-e vele? Nem kell, jó én lesz. Én szerintem... Nem kell rakni még egy tojást. Oda néz. Tökéletes. Teljesen jól összeáll, szóval nincsen ezzel gond. Na, megyek, kezet mosok. A szósz az úgy működik, hogy egy nagy edénybe bele kell rakni. Na, itt most megint máshogy csináljuk, mert az előző körben paradicsomlevet vettünk, méghozzá azt az előre fűszerezettet, ami borsos, meg nem tudom milyen fűszerek vannak benne. Most nem paradicsomlevet vettünk, hanem paradicsompürét, de ilyen 500 g-osat, ami itt is van egyébként, és abból kettőt gondoltam, hogy abba fogjuk belerakni. Ezt meg kell tulajdonképpen csak melegíteni, fűszerezni, és ilyen gombócokat gyúrni, illetve előtte a paprikába beletölteni ezt a krémet, tölteléket. Ha ez megvan, akkor ha marad hús, akkor gombócokat gyúrni, és abba a lébe berakni. És tulajdonképpen ennyi. Tehát szerintem semmi ördöngösség nincs benne, csak meg kell, hogy legyen a rutin az embernek, hogy egyrészt milyen ízeket szeret, hogy állítsa össze, melyik recept után menjen, meg hát most is újítgatok, tehát most nem tudom megint, mi lesz finomabb, vagy éppen ellenkezőleg. De majd megmutatjuk és beszámolunk róla. A kajak készítés azért jó, mert menet közben félig jól laksz, hogyha így a alapanyagokat megkóstolod, és fogyasztasz belőle, és mire odaérsz, hogy elkészül a kaja, már nem is vagy annyira éhes. És éppen ezért általában, amikor egy kaja elkészül, a független attól, aki készítette, az kóstolja meg először, annak igazán mérvadó, hogy milyen a kaja. Mert aki csinálta, annak biztos, hogy finom lesz, mert eleve közben kóstolgatod, ízlelgeted. Tele lesz különböző ízekkel, mert alapból a fejed, meg a szád, meg minden. Erre elég, nem harakjuk azt a 6 darabot, bőven. Vagy 5 darabot? Hát sőt, majd mehet is bele a lábosba. Nem, jó, addig de oda? Megtöltjük. Aha, de tényleg a lábosba nem rakom bele egyből, mert megmelegítem, és utána. Tényleg, addig oda is lehetne rakni, nem? Kinyitom, és már oda rakom a levet, hadd melegedjen. Nem tudom, meddig pepecselek vele. Jó, akkor azért várjunk. Mert hogy ez nem sok idő, hát amíg felmelegszik, mondjuk nem sok idő. Azt én. Szóval akkor tojás nem kell, viszont... Én nem raknék több ízét, a borsom gondolkodtam, de szerintem nem kell. Nem, jó, ne rakjál. Na, töltés következik. Az lehet, hogy kézzel könnyebb, majd próbáld a kanál. Hát mit tudom én majd, ha... Állítólag nem szabad belepréselni, mint ahogy én most csinálom, hanem ilyen lazán kell, mert ahogy fő, esetleg megdagadhat. És akkor... Hát ha előre volt főzve a rizs, akkor miért dagadna meg? Hát akkor mit nincs. Tudom én, a vagy hús. Maga a hús. Nem tudom. Abból meg kis... Hát tágulnak a dolgok, tudod a melegtől, mit tudom én.
Viszont ha nem tunkolom bele, nem megy le az aljára. Tunkolja csak bele, hát annyi, amit a paprika elbír, annál jobban úgyse tudod tunkolni, mint amennyit elbír a paprika, nem? Ja. És amúgy ezért szokták a tévő paprikát alkalmazni hozzá, mert az például annak sokkal szűkebb a vége. Hát ezt mondom, hogy a zöld paprika is az érdekes, egy kicsi. Igen, kevésbé lehet megtölteni. Hát ez így félig tölthető, meg már nem megy, az szét fog hasadni. Jó van, hát akkor annyira. Mindegy, lesz. Majd megy mellé a gombóc. Így van. Ez meg már leve széthasad. Hú, de jó nagy paprika, oda néma. Pár év, amikor nekünk is volt paprikánk, milyen sok paprikánk volt. Hát idén a nagyon nem esett eső, az kb. Ezt tudta összehozni. Amúgy ez nem rossz módszer, nézd, egy picit bevágod, akkor ki tud nyitni, akkor bele tudod könnyebben tölteni, és azt szerintem fő, lehet, ahogy fő hogy nem is, jön nem. Ki. Nem, hát. Nem tudom. Nem tudom, hogy szokták-e, de szerintem ez így nem rossz. Most ez meg, hogy most kézzel, vagy hát fakanállal? Alapból van, aki nem is pepecsel fogja, berakja paprika nélkül. Már úgy értem, hogy nem tölti bele a paprikába, a paprikának az ízét. Nem csak szeretik a paprikát. De azért mondom, hogy meglegyen a paprika íze, csak beledobod a lébe, és belefő ugyanúgy. És hát, ugyanott vagy, tehát ezt a de jó néz töltési... Ki. Hát persze, meg, mi meg is esszük mindennét, tehát nem ja. A paprikát is. Mert hogy így akkor a töltési időt ki tudod sporolni tulajdonképpen, hogy fogod, beledobod a paprikát, az íz megmarad, a gombóc meg ugyanúgy gombóc lesz. Hát de most ez... Amúgy lehet, hogy pont az eredeti is nem volt töltve. Csak úgy a zöld paprika benne simán. A lébe, az kész. Simán. És ugye az eredetiben mondanom nem kell, hogy rendesen paradicsomból csinálták a levet, nem ilyen bolti kész leveket, meg püréket vettek, mint ahogy most mi is. Meg szerintem legtöbben. Hozok egy ólót viszont ehhez. Menjél le az aljára! Az most hol van az olló? Most tanástalan lettem, értem, mert át lehet... Szobába. Petlény variálva. És amit még olvastam, hogy a töltött pap, ezt viszont nem tudtam egyébként, de mondjuk nem nagyon értem, de nyilván van benne logika, hogy nem szabad a töltött paprikát, a levét, vagy mit tudom én, ahogy így benne vannak a paprikák, nem szabad kevergetni. Nyilván összetöröd a paprikát, és akkor kijön a töltelék, és akkor elfő, vagy szétmegy ott a szószba. Tehát ez így érthető, de nem is tudod kevergetni, szóval igazából nem értem, mert nem fér el ott a kanál a paprikák között, meg mellett. De miért kéne kevergetni? Hát mert ezt írta a rendszer. Mert alapból nincs mit összekeverni. Szerintem, mert ösztönösen mindig az ember nyúl oda, tudod azt. Ja, hogy a kaját, aha. Vagy főszerezi. Hát az mondjuk tény. Ezt tudom elképzelni, amúgy nem tudom miért kéne kevergetni, de... Én egyébként azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül, tehát most én most is látom, hogy kb. Idáig sikerült megtölteni. Most az, hogy a csücskében nem megy le, na és akkor mi van? Tehát ez sem kell tökéletesre csinálni. Ezek olyan dolgok, hogy az íz a lényeg, és nem az, persze a külseje is, az esztétika is, de nem vagyunk Michelin csillagos étterem. Szóval maradjunk ennyibe, hogy annyira igyekeznünk kelljen. Nekünk kell, hogy jó legyen, nem másnak. És itt ezt most nem csak magunkra értem, hanem bárkire, amikor csinálja az ételt, akkor, és főleg ilyen vendégségben, azok az igyekezetek, hallod, amikor, ami mindig csak balhét szül. Ezt sose értettem. Közben itten előkészítem én a teretet. De kihagyod a látványos részt így. Ja, úgy beleöntjük? Persze. Hozd ide az edényt, azt döntsd bele itt! Mindjárt mutatom, várjál. De abban most segítened kell. Nem kell, megoldom. Látványt akarsz? Na nézd meg. Fogod a lábost. Mert hát ha, ez a legnehezebb része is esetleg elrontod, ja, hogyha ha nem látod, fogod a lábost. Na ugye milyen látványos, figyelj! És beleöntöd a dobozból a
Ez nem sűrített paradicsom, ez minek hívják? Paradicsom pürét tulajdonképpen. És már is elkészült a töltött paprika kaja, mert már az ebbe belehelyezett töltött paprikák összefőnek az ízek, meg megfő a hús benne, és már kész is van. Ezt elrakhatom innen? Igen. Mert csúnya, ez meg szép. Meg még csurgatok egy kicsit, mert... Picit told már a ribléci majd. Indukcit a tálca? Aha, nehogy lehessen. Tulajdonképpen én úgy látom, hogy kb. A fele ment bele a paprikába. Jobban iparkodhattam volna, még jobban meg lehetett volna tölteni, de mondom, szerintem ez nem fontos. Tehát most hogy teljesen tökig belepréseljük azt a húst. Ott van a gombóc, az is teljesen jó. És amúgy is sokan nem szeretik a paprikát, amit viszont egyébként nem értek. De hát ez így van, sokan tényleg nem szeretik. A másik, amit még így olvastam, hogy a... Valahol azt írták, hogy az egésznek a titka a cukor. Volt nekünk egy korábbi videónk egy csirkés kajáról, csirkés, kukoricás és ilyen töltött paprika ízű, piros színű szósszal készült az a kaja, nem volt neve. És abba is a töltött paprikához hasonló paradicsom szószt kellett alkotni. És... Ott is volt már erről szó, vagy lehet, hogy pont kimaradt, nem tudom, az a lényeg, de a leírásba talán pótoltuk, ha esetleg kimaradt, hogy a cukor elvileg a titka az egésznek. Hát, én szerintem... Attól függ ki, mennyire édes szájú. Igen, igen. Én mondjuk az vagyok, úgyhogy nálam ez értelemszerű, de szerintem ez is ahogy ízlés dolga, és nem tudom, hogy az eredetibe volt-e. Én szerintem, mivel szalonnával készült, ezért valahogy nem tudom elképzelni, hogy abban lett volna. Mármint az egyik verzió, mert több verziót lehet olvasni az eredetiről. De hát nem tudom, én szerintem a cukor az kell bele. Ezt is például olvastam, hogy van, aki azt javasolta, hogy a legvégén rak bele a cukrot, mert hogy a karamellizálódás miatt. Hát a karamellizálódás, ha léről van szó, mártásról vagy szószról, én szerintem azt azért... Nem tudom, hogy az úgy le tud-e ragadni. Akkor van baj, hogyha nincs semmi lé anyag alatta. Nem? Igen. De ettől függetlenül persze ott kell mellette állni és felügyelni kell, mert az tény is való, hogy a cukor, az, hogy ha leragad... Hú. Hát meg amikor már nagyon forr maga az egész, és el van forva a paradicsom cucc, akkor rakod bele, akkor már le se tud ragadni, mert akkor megolvad egyből. Milyen jól elkajágat, nem? Ő nem kap már ebédet. Forró paradicsomba rakod bele a cukrot, akkor egyből megolva. Nem? Ja. Nem, csak hát itt a dobozok, ahogy meg vannak csinálva, tulajdonképpen egy csomó rész benne marad, amit viszont meg lehet enni. Miért dobnám ki a kukába, hogyha én is megehetem? Na, kész a töltött paprika, csak még nem főtt meg. Szóval most következik az, hogy gombócokat kell gyúrni, azt ide visszatom rakni, nem? Hát vagy akár bekapcsoljuk közben, és már készülhet a lé, melegedhet, és akkor már lehet belepakolni. Hát most már végül is lehet, de ezzel még én mindig el fogok pepecselni szerintem. Én azért mondtam csak, hogy addig nem. Felfor, azt elfő. Na, jó. Ez kell még? Ez nem kell. Nem. Hát tulajdonképpen meg is vagyunk ezzel, nem? Uh-huh. Mert már a főzés részét azt nem fogjuk mutatni, hanem majd visszajövünk a kóstolóval, hogy mennyire jó sikerült, vagy jól sikerült. Már jól sikerült. Így van. Te raknál még? Egy picit. Úgy jó.
enged, tányér, enged. Ez pont belefér. Méret. Na nézd meg, milyen szép puha lett. Még egy. Ennyi, vagy ennyi, még egy? Ennyi. Feláll a piros paprika, nézd meg. Oda nézd, milyen tökéletes. Darabolok, hogy lehessen ehető hőmérséklet tőle ülnie. Ez az, ami szét volt nyírva, szerintem, amit én kivettem. Én nem tudom, te akarsz-e külön rakni bele cukrot? Én most nem raktam nem. Még, de ebbe egy így fogok. Egy kis pici levet még. Így nyakon önteni. Ennyi. Elrakom most. Nem rakok most cukrot, majd így legközelebb, vagy nem tudom, melyik okay. Már hozzáférhető. Nem tudom, most magamnak se rakok, hanem elkezd megkóstolom előtte. Ja, hogy jó, elmegy külön. Kanalad van? Nincsen. Villával leszed, vagy te kanalad? Leszem, villával és kanállal. A lényeg a határozottság. Sűrű részét teszem. Villával, a másikat meg kanállal. A gombóc az így külsőre tökéletes lett. Az én célom igazából az, hogy olyan legyen, mint amilyet a nagymamám csinált. Ízre olyan. Csak várni kell 5-10 percet, és most annyit nem várunk, mert ez még nagyon forró. Kaja elkészül, akkor hagyni kell egy kis időt, főleg a húsos kaját, mert amúgy azok meg még utána még kihűl. Íze viszont jó. Tényleg forró. Legfeljebb bors. Igen, az mintha hiányozna, de nem akarok. Nem hiányzik, hanem borsosabb lehet egy picit. Hát akkor hiányzik. Mert ízben ott van. De amúgy melyik kajába? Nagyon forró még. Sóság az tökéletes. Sóság az nem. Itt a... Én rakok cukrot. Azt az ízt akarom a szószon érezni. Hát ez rakott cukrot, nem keveset, biztos. De most ezt így belerakom, hogy keverem el? Hát sok helyre kicsit is szólt szét. Semmi sem sok ízlés kérdése. Amikor gyerek voltam. Eleve akkor nagyon megcukrozom, nem? Akkor ezt is, meg a paradicsomlevest is, de azt mondtad, hogy te is. Csak úgy voltam hajlandó megenni, hogyha mindig megcukrozhattam. Mert mindig megkérdezték, hogy elég édes? És nekem nem elég édes, ha akármikor kérdezed, akkor se. Úgyhogy éltem a lehetőséget, hogy megkérdezték, hogy elég éhes-e. Éhes, éles. Édes, édes és éhes. Na. Szóval nekem sose volt elég édes, de nem azért, mert nem volt az, hanem mert nekem cukrozni kellett, mert úgy legalább megettem. De jó. A paprika az tökéletesen puha. Olyannak, amilyennek lennie kell. Az édes hiányzott? Igen. Az hiányzott. Meg tényleg a bors. Hát az eleve meghűíti a ízeket, a cukor. Ja. A
mivel indukcióson csináltuk, ezért az eredeti recept szerint 50 percig kellett volna főzni. 100 fokon főztem, meg visszavettük 80-ra, aztán megint 100. Tehát ilyen átlag mondhatni, hogy 100 fokon főztem indukcióson, és hogy figyelni kell a paprikára, hogy megpuhuljon. Mert igazából már csak vártunk a végén, hogy a paprika puha legyen, és akkor annyi. Nem volt 50 perc, ahogy a recept szerint volt, kevesebb idő alatt elkészült, mert amikor a recept íródott, akkor még nem volt lehet indukciós tűzhely se. És mint tudjuk, az indukciós tűzhelyen előbb elkészülnek a kaják. És ahogy mondtam, eszem villával és kanállal is, mert ez amúgy nem is rossz ötlet, ezt be lehetne vezetni. Macera. Én elégedett vagyok annak ellenére, hogy nem, féltem most ettől, na, az az igazság. De miért? Paradicsom. Nem lehet elrontani. Mert máshogy csináltam, és tudod, akkor mindig ez az újdonság. Én előzőleg paradicsomlével csináltam, ugye az említett 1 literes paradicsomlével. Szerintem sokkal jobb így. Persze, mert így tunkolósabb kaja, mert ez ilyen tunkolós. Csak egy picit még szerintem lehetne sűrűbb. Tehát kicsit túlhigítottuk, de ez nem jelent semmi rosszat, mert finom. Még ennél finom. Is sűrűbb. Szerintem lehetne sűrűbb. Hát mert ez igazából ilyen mártás hozzá. De nem folyik, nézd. Nem folyik. Nem, azért jó, de én még sűrűbbre csinálnám. Mm. Hát szétbigyózod a viszont a hús úgyis, ahogy még többször oda lesz rakva, mert ez lesz még több adag kaja, többször eszünk belőle, az úgyis, ahogy így szétfő egy picit, akkor majd sűrít rajta. Ezért is nem raktam rántást, mint ahogy amúgy a sok recept írja. Teljesen fölösleges, hát a húsgombocot fogod, összetöröd benne, és már is sűrű. Hát szerintem jó. Vágd fel azt a paprikát még zárásként. Ja, hogy megmutassam. És akkor de várjam, eszek. Jó étvágyat magunknak. Már neked már ezt nem kell nézni. Neked már csak egy dolgod van. Ugye, hogy megfőtt, és ugye, hogy finom. És jó étvágyad. Amikor megcsinálod ugyanezt, és megírod, hogy amikor megcsináltad és eszed, akkor pont írsz, hogy most eszem ezt a kaját. Jó, hagyjad már, hagyjegyek már.